viharok. Volt egyszer egy Helené. Morgenstern halála. Isten és a részegek. Sisyphosz. A nagy harsányi mennyasszony. Bakfitty. Emország gyermekei. Apátlanok. Züfec. Zömmel a Kaposvári Egyetemre járó színész hallgatókból verbuválódtunk. Mi sokan végeztünk egy osztályban, többek között mi ketten Bencével is, és ez mostani színészeink közül is jó páran, valamint a alsóbb évfolyamokból álltunk össze, és a Kaposvári Egyetemen csináltunk előadásokat az első 3 évben tulajdonképpen, és aztán, ahogy kikerültünk színházi gyakorlatra, Pesten folytattuk a munkát, ahol is beláttuk, hogy ha nem állunk össze állandó társulattá, akkor nem fogjuk tudni technikai okokból egyeztetés játszani az előadásainkat, ezért hoztunk egy nagy döntést Bencével, és összehívtunk egy állandó társulatot. A felvetésünkre igent mondott 6 színész, most már jövő évadot már 7 színésszel kezdjük. Lett látványtervezőnk, rendezőasszisztensünk, meg hát mi ketten, és így összeállt ez a most már 11 fős csapat. Hey, basszudó! Tanult meg az életet kezelni! Tedd le a tollat és ne csináld a drámát, te senki vagy! Hey, basszudó, egyáltalán nem értesz a drámairodalomhoz. Ja. Ne csináld, ne csináld, ne csináld! Ne csináld, ne csináld, ne csináld! Ne csináld, ne csináld, ne csináld! Ne csináld, ne csináld! Ahelyett írnál, mondjuk korszkorban, fogjál meg egy pisztolyt, tudod, mint az imadobban! Ahelyett írnál, fogjál meg egy támát, tedd le a tollat és ne csináld a drámát! Ahelyett írnál, mondjuk korszkorban, fogjál meg egy pisztolyt, tudod, mint az imadobban! Mi közösen nagyjából Petyával ki szoktuk találni, hogy mi az az anyag, amivel szeretném foglalkozni, milyen gondolatiság mentén, és ezt tárjuk a többiek elé. De közben az is nagyon fontos, szerintem, hogy az egész próba folyamat alatt van egyfajta demokrácia a csapatban, tehát hogy mindenki ugyanannyit tulajdonképpen ötletelhet, próbálhat, alakíthat a szövegen. Nekünk egyfajta vétójogunk van, inkább úgy mondanám. Tehát ilyen szempontból nem egy hagyományos értelemben vett rendezői színház az, amit csinálunk, inkább ilyen műhely munkát vezetünk azokkal az emberekkel közösen, akiket így szeretünk. Örömjáték. Csapat. Nagyon-nagyon-nagyon sok nevetés. Szabadon alkotni közösen. Kísérletezés. Közös gondolkozás. Színház csinálás barátokkal. Bátorság. Testvériség. A második család. I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. Erre az egészre úgy tekintettünk, hogy mi szeretnénk azért arról beszélni, hogy fiatal színház csinálóként vagy pályakezdőként hogyan is érezzük magunkat ebben a világban. És ez egy nagyon, nagyon jó kiindulási alap volt a színházi regény, de az első pillanatok kezdve biztos volt, hogy ezt így egy-egyben nem fogjuk megcsinálni. Inkább a motivumokat használtuk fel belőle. Ebben a darabban nincsen semmi forradalom. Ez emberekről szól, hogy mi a fasz van az emberrel. Koffein huszát. Én nem értek a színházhoz. Én nem értek hozzá. Én most kerültem be ide. De egy dologban biztos vagyok, hogy a színház nem Züfec. Öreg, rájöttem. Tudod, mi a baj vele fogom? Rájöttem. Azt hittem, már megvalósított magadat, a nagy öreg ellenségeid meg még mindig megvalósítják magukat, és te bazdmeg, te meg ne szóljál. Monologizálok. Lehet, hogy unalmas, lehet, hogy nem reflektálok magamra elégszer, de legalább nem rohadtam bele 25 évesen a cinizmusba. Számomra nagyon nagy kihívás volt, mert végig színen vagyok, és nagyon nehéz meghúzni azt a görbét A-ból B-be eljutni, mert nagyon... Szóval gyakorlatilag úgy tudnám jellemezni, hogy az elején kell venni egy nagy levegőt, és az egészen a nagy kitörésig, amikor a főszereplő már nem bírja tovább, egész addig benne kell tartani azt a levegőt, és csak ott lehet kifújni. Ezt az egészen, ezt abba lehet hagyni, mert ez nem vicces. Figyelj, maga talán még nem felejtette el, hogy kicsoda. Nem kötelező ebben részt venni. Ne várja meg, amíg egyé válik a szereppel. Megölelem. Nincs
több időnk, most tudtuk meg, hogy az Ottondi germánok már Rómában vannak. Orestész a legkitűnőbb stratéga a birodalomban. Igen. Az ő hadászati meglátásai még megfordíthatják a kockát. Ha most nem teszünk semmit, akkor ki? Julius Titus Romba. Megsebesültél és kimerültél. Minek ez az elképesztő erőfeszítés? Még élhet Róma? Róma rég halott. Már évek óta kerülgettük, mint a forró kását a nagy Romuluszt, vagy a hatalom működését, azt valahogy annyira nem közhelyesen ragadja meg, és egy annyira frappáns nézőpont az, amit a Dürrenmatt választ, és annyira elgondolkodtatja az embert az, hogy a főszereplőhöz, Romulushoz való viszony az hogyan definiálódik, tehát hogy most a Romulus az jó fej vagy nem, hogy a hatalom képviselője az most jól használja-e a hatalmát. Ez egy annyira szerteágazó és bonyolult kérdés, hogy már csak emiatt is érdemes volt elővenni. Most akkor mi van? Már mit? Hát, hogy szúrsz, vagy vágsz, vagy mi legyen? Téged? Miért szúrnának le én téged? Mert hogy azért jöttél? Jézusom, dehogy is. Dehogy? Én nem azért jöttem, hogy megöljelek Róma császára. Ha nem? Én azért jöttem, hogy egész népemmel téged szolgáljuk. Mi van? Szerettünk volna Csehovot is csinálni, és akkor megtaláltuk a Platonovot, ami azért nagyjából tényleg a mi korosztályunk, Platonov is 27 éves, Szabolcs is, aki játsza, úgyhogy ennél pontosabbak nem lettünk volna, és hát arra jöttünk rá, hogy nem nagyon érdemes belenyúlni abba a szövegbe, amit ő kitalált. Most ha le akarom vonni a következtetést mindabból, amit eddig elmondtam, az jön ki, hogy a mi időnkben mi még tudtunk imádni és gyűlölni. Következésképpen tudtunk felháborodni, és tudtunk megvetést is érezni. Szerintem Csehovnak is az volt a célja, hogy egyfajta már a harmadik vagy a negyedik felvonás már olyan szint, tehát ez az ember olyan szinten szenved, ami szinte már ez a kisrealista dráma átmegy, már szinte egy ilyen, talán egy groteszk, olyan groteszk hatása van, és ezáltal szerintem ez egy... Ezáltal szerintem nagyon, nagyon jó, hogy nem húztunk belőle, mert talán ez lett a hatása. És hát ilyet még nem nagyon csináltunk, hogy egy ilyen nagy drámát nem írtunk át. És mondom, ez egy kísérlet, hogy kibírják a nézők, mi kibírjuk, hogy működik egy színész mondjuk 2 óra, vagy 3 óra, vagy 4 óra után, mire figyel, mire kell koncentrálni. Nagyon... Nagyon izgalmas. Eltöltünk néhány hónapot együtt, aztán szégyenkezve elbúcsúzunk. Miért? De hát szerelemről van szó. Hát szerelemről van szó. Miért? Szerintem én nem szeretlek. Szeretlek, mint nőt. Mint embert. De miért kell a szerelem minden fajtáját belekényszeríteni a szerelem egy bizonyos kategóriájába? Én sokkal jobban szeretlek, mint ahogy te azt a fejedbe vetted. Akkor menj édes, tudod mit, menjél, most aludd ki magad, és akkor majd holnap beszélünk. Nem, elfelejtjük ezt a beszélgetést. De... Figyelj, ne kezdjünk ki egymással, ennél magasabb szintűbb a mi kapcsolatunk. Nem beszélve arról, hogy azért egy kicsit házas is vagyok. Jó. Eleve, amikor meghallottuk ezt, hogy most mi ilyen díszvendégek leszünk, az mérhetetlenül megtisztelő volt számunkra. És hát egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen dolgozós nyaralás kerekedett belőle, mert tényleg egy nagyon, volt egy nagyon laza része is ennek, hogy mentünk a Tiszára, meg homokvárat építettünk, meg röplabdáztunk, meg ilyenek. Meg volt egy olyan része is, hogy egy nap alatt be kell helyezni a kis színházba az Üfecet, meg az Apátlanokat, kultúrkaféban, meg stb. Tehát, hogy nagyon sok kihívás is volt, amit talán még jobban összerázta a csapatot, és ugyanakkor meg a Teaternek ez a fajta közvetlensége, meg lazasága, ez meg nagyon megtermékenyítően hatott az előadásokra, és meg a hangulatunkra is, szerintem. Ez
ezért vannak olyan egymás után következő jelenetek, melyek után gyorsan kéne cserélni a szerepeket. Arról nem is beszélve, hogy díszítése sincs idő.